Engedjétek meg, hogy bemutassam, illetve hát nem kell bemutatni alpolgármester urat, aki, tehát Márki Badar alpolgármester urat, aki gimnáziumban érettségizett, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a jelenlegi város vezetés, tehát Kondora István polgármester úr, Márki Badar alpolgármester úr és dr. Sziákló Valéria jelző asszony is a gimnáziumunkban érettségizett, és a képviselőtestület fő tagjai is kijók is szól. Felkértük őket is, hogy tartsanak előadást ezen a jubileumi héten. Alpolgármester úr foglalkozik a városfejlesztés, városmarketing témájával, és amellett, hogy arra is kérem, hogy mondja el, hogy az érettségi óta mi történt vele, ez lesz az előadásának a címe, kérem, hogy figyeljünk. Tehát a városnak a menedzselése az nem csak arról szól, hogy mondjuk nyeres
nyereségesen működjön. És hát, hogyha belegondoltok, egy város, azt mondani, hogy egy város nyereségesen működjön, akkor ez így egészen nem is értelmezhető feltétlen, hiszen hát mitől tud egy város nyereséges lenni? Egy város tud szép lenni, egy város tud jól működő lenni, tehát a nyereségesség feltétlenül nem egészen értelmezhető. Szóval a városok életében egy csomó más mindent figyelembe kell venni. Hát itt a Mihánál is néhány gondolat, a közlekedés, lakhatás, képzés, foglalkozás, szociális ellátórendszer. Ugye a szociális ellátórendszert is fel kell tartani, ez mind a város fejlesztésnek része. Biztosítok, hogy az első diára, hogy a városfejlesztés, városmarketing, hogy ez a kettő ez hogy viszonyul egymáshoz, hát ugye mondhatnám, hogy az egyik tartalmazza a másikat. Tehát a városfejlesztésnek valahol részt a városmarketing, ugyanakkor ez igazából megfordítva is igaz, hiszen hogyha a város menedzsmentje olyan filozófiát követ, amely a marketing irányvonal és a marketing szemléletmód mentén gondolkozik és dolgozik, akkor a városfejlesztésre is ennek komoly kihatása van. Tehát ez a két dolog, két halmaz igazából nem is biztos, hogy egymásba tehető feltétlenül, hanem ezek valahol egymás mellett is párhuzamosan léteznek. Miért fontos a városfejlesztés? Hát csak nagyon néhány egyszerű dolgot írtam ide fel, de talán ezek, amik igazából az emberhez közel állnak. Ugye, hát először is azért kell városfejleszteni, hogy jó legyen itt élni. Tehát, hogy legyen munka lehetőség, tehát, hogy szüleiteknek legyen hol dolgozni. Aztán majd későbbiekben nektek legyen hol dolgozni. Aztán ugye fejleszteni kell a várost, hogy az élet színvonalunk, ez egy nagyon szép és hangzatos szó manapság, mert sokan mondják, hogy európai válság van, meg az emberek rosszabbul élnek, erről majd még beszélgethetünk a végén, hogyha gondoljátok. De hát ugye fontos az, hogy élet színvonalat próbáljunk emelni, illetve az emberek élet színvonalra növekedjen, egyébként ez megint egy relatív dolog értelmezésem szerint. De hát a mai megfogalmazásokban ez mégiscsak része a városfejlesztésnek. Aztán az, hogy az ellátó rendszerünket tudjuk fejleszteni, és aztán, hogy látogatókat, turistákat hozunk, akik aztán már sokat fognak költeni a városba, akik elmennek a szállodába, akik befizetik az iparizási adót, meg befizetik az idegenforgalmi adót, és ezáltal ugye bevételeket generálnak a városnak. És ezáltal az a település az egy élhető várossá fog válni. Tehát ott fenn is látható, az emberek elégedettek lesznek. Én azt gondolom, hogy hát úgy érzem, mondjuk inkább ezt érzés szintjén mondom, hogy a jelenleg működő város vezetéseknek, városmenedzsmenteknek igenis ez egy fontos feladat az, hogy az emberek elégedettek legyenek. És az a mai világban, hogyha belegondoltok, amikor arról van szó, hogy nincs meg munkahelyek, küszködünk a megélhetéssel, nincsen elég pénz, rengeteg kiadás van, adósságválság és a többi, hát nagyon nehéz manapság elégedettnek lenni, és nagyon nehéz manapság mosolyogni is. És hát akkor ebből adódóan meg mennyire nehéz azt a jó itt élni érzést ugye megteremteni. Hát a városfejlesztések ugye ezért fontosak, ezért is fontosak, hogy a város lakók, mi mindannyian, a szüleitek, ti, mindenki, akik aztán ide látogatnak, ők is jól érezzék magukat. Mert hát a jó érzés nem csak az anyagi alapon múlik, hanem az van egyéb betülete is, ezért is írtam fel, hogy külön hangsúlyt gondolok. Hát a következő gondolatkör, ami aztán már kezdem átvezetni a város fejlesztésre, a városi marketing felé, ugye azt tudjátok, hogy Sárvár az 1990-es évektől kezdett, a rendszerváltoztatástól kezdett, kb. 90-es évek elejétől, akkor, amikor születtetek, akkor került egy más pályára, itt akkor került egy másik pályára. Tehát az a város, amely az 1960-as, 1970-es, bocsánat, ezt még én sem tudom, nem, hogy még én sem születtem meg, de az akkori szürke kis városból hogyan tudott egy másik pályára állni, és hogyan tudott azt a képét kapni, azt a képét mutatni, amelyet ma végül is előtt. Talán csak a történelemben majd lesz még egy dia erről, de talán a történelemben annyit visszamenve, hogy 1990-es évektől elkezdődött egy úgynevezett iparfejlesztési program, amely későbbiekben aztán megalapozta az idegenforgalmi fejlesztéseknek az alapját. Hát miről van itt szó? Arról van szó, hogy az idegenforgalom fejlesztéséhez is pénz kell. És ez a pénz, ez a szabad tőke, ezt teremtette meg az 1990-es évek elején zajló iparfejlesztési program. És ma már azt gondoljuk, azt látjuk, és azt is remélem, hogy ti is így érzitek,
hogy Sárvár ma már egy turisztikai célpont lett, és egy olyan célpont, amely nem csak egy lábon áll, hanem legalább kettő lábon, tehát egyrészt egy ipari lábon, másrészt pedig egy idegenforgalmi lábon, és ma Magyarországon ez elég ritkaságnak mondható. Nagyon sok város van, amely idegenforgalomból jól él, nagyon sok olyan város van, amely az iparból jól él, de olyan, amely kettő, a városban mindkét dolog igazából megtalálható, olyan elég kevés van. Most Sárvár az utóbbi néhány évben ebben az irányba indult el, és hát ma meg látjátok, hogy ott tartunk, ahol tartunk, tehát nyilván valahol az útnak egy állomásánál, természetesen a fejlődés, a fejlesztés az soha nem érhet a végére. No, de hát hogy kapcsolódik ez a fajta városfejlesztési filozófia, amiről beszélt az idegenforgalmi fejlesztésekhez? Hát úgy, hogy látható, hogy a Dián is mögöttem, hogy nő a foglalkoztatottság. Ugye hát az embereknek munkája lesz, ezáltal ugye csökkenni fog a munkanélküliség, és az a bizonyos életszínvonal mutató, amelyre az előbb már utaltam, az jó esetben emelkedni fog, hogy a munkahelyek számának emelkedésével is. Tehát ahhoz, hogy növekedjen a város idegenforgalmi elismertsége, ezek az előzőkben említett pontok, ezek mind fontosak. Egy nagyon rövid kitekintés, ez talán nem is annyira érdekes, ami érdekes, az inkább az a folyamat, amit ugye elmondtam, hogy indult el 1990-től, és az iparban milyen fejlesztések történtek, és hogy lett abból a városból, amely 1960-1970-ben még egy szürke kisváros volt, hogy lett egy egészen színes kisváros, és az is látszik, hogy ez kellett egyébként 1990-től, tehát kellett 20 év. Majd a végén fogok mutatni egy könyvet, amely ezt az egész folyamatot taglalja. Még zárójelben jegyezném meg, és ennek a prezentációnak az anyaga lement egy budapesti sajtótájékoztatón is, ahol ez a díja szintén felmond, és a legalsó néhány sor, ami a munkanélküliségi adatokat mutatta. Szerencsénkre mondom, hogy a város volt abban a helyzetben, főleg az 1995-ös években, amely azt eredményezte, hogy Magyarországon az egyik legkisebb munkanélküliségi ráta volt jellemző. Egyébként ez 2010-ben csak a városi szintet tekintve 5,6-5,7% volt, nyilván a régióban ez nagyon volt, tehát ezzel országos szinten kellett foglalkozni. Azt nem tudom, hogy ezek a fogalmak mennyire ismerősek számotok, hogy munkanélküliség, meg egyéb ilyen fogalmak. Gondolom, hogy erről van valamiféle oktatás, és körülbelül tudjátok, hogy miről van szó. Ugye ez egy történeti visszatekintés most, és hát ugye nyilván ez még nem a mi aktív életetekben történt, de talán mint historikus, mint történelmi adat, azért ezt fontos tudni. És hát mi történt? Ugye az történt, hogy a rendszerváltozással megszűnőben lévő régi gyárak, egységek, ugye lásd cukorgyár, téglagyár, maradni felfogozóvállalat, még akkoriban mik voltak, ezek tulajdonképpen átalakultak úgy, hogy részben bezártak, részben pedig privatizálták, tehát magántulajdonba kerültek, és ezáltal tulajdonképpen elindult egy olyan dinamikus folyamat, amely ugyan dinamikus, de emellett mégiscsak egyfajta stabilitást mutat. Mitől dinamikus? Az, hogy a világ az minden nap változik. Minden időszakban, minden periódusban változik. Változnak a vállalkozásoknak az élethelyzetei, változnak a keresletek, és változnak a kínálatok is. És ebből adódóan az erre való reakció, tehát a válasz adása, hogy a vállalkozások a kihívásoknak megpróbálnak megfelelni, annak egyre gyorsabbnak kell lenni. Tehát dinamikussá vált ez az egész folyamat, és ebből adódóan ezeknek a kihívásoknak ma mindenkinek, persze nem csak Sárváron, hanem egész Magyarországon és az régióban is meg kell felelni. Valahogy Sárváron ez úgy alakult, hogy kialakultak nagy ipari és részben mezőgazdasági szereplők is. Ugye gondoljatok csak az ipari parkra, gondoljatok csak a baromi feldolgozóvállalat jogutógyára, ságára, akár a Karavisza, akár az egyéb Sárváron megtelepedett vállalkozásokra, és a szolgáltató iparban ma jellemző és megtalálható nagy szállodákra, tehát akár a Danubius, akár a Spirit, a Parkin és az egyéb nagyobb szállodák. Tehát kialakult egy nagy szolgáltató bázis és nagy ipari bázis, és emellett pedig kialakultak részben erre ráépülve egyébként